Általában zeneiskolák kapcsán szoktunk tehetségpontokról beszélni, most azonban egy egészen más szempontból közelítjük meg a témát. Vendégeim a Bajza utcai általános iskolából jöttek, Terézvárosból, ahol tehetség hét volt. Ezen belül természetesen rengeteg verseny, rengeteg megmutatkozási lehetőség, és a végén pedig gála koncert. Szeretettel köszöntöm a kedves egybegyűlteket. Van itt velünk két tanár és két diák. Kezdem a sort Énekes Kati nénivel, aki énektanár, ahogy a neve is mutatja, és akivel már nem egyszer találkoztunk itt, és természetesen hozott magával egy diákot, aki a tehetségesek közül való, méghozzá Vas Erzsébetet, aki 8-os, és hogy ne csak az énekről és a zenéről legyen szó, hanem az egyéb tudományágakról is van egy matematika tanárunk, jelesint Gergelyné Zeffer Kati néni, és a tehetséges gyermeke, aki részt vett a versenyeken, illetve a tehetségnapon, Bárd Andris. Túl vagyunk a tehetség héten, a tehetségnapon és a gála koncerten. Hogyan kell elképzelni egy ilyen megmutatkozási sorozatot? Hát pár évvel ezelőtt kapcsolódtunk a tehetségponthoz az iskola lelkes tanári csapatával, mert egyre több tehetséges diák volt iskolánkban, és ezért megpróbáltuk felvállalni a tehetségek gondozását. Ez egy külön feladat, és nem egyszerű feladat, de nagyon hálás feladat, és az ebben a projektben kapcsolódtunk egy pályázathoz, és a pályázatot megnyertük. Ennek a révén nyílt lehetőség arra, hogy a legkiválóbb tehetséges gyerekek részére, akik sok kiváló versenyeredményt értek el az elmúlt években, és konkrétan ebben a tanévben is, egy úgynevezett tehetséghetet szerveztünk, amikor a hét minden napján különleges programokon, ilyen gazdagító programokon vehettek részt a gyerekek, amellyel tulajdonképpen az élményeken túl újabb tudást, kérdéseket tettünk fel nekik, és merültek fel bennük. A fény évéhez csatlakoztunk ezzel a programmal, és tulajdonképpen a fényhez kapcsolódtak a programok a planetáriumban, a csillagászattal kapcsolatban, a csodák palotájában, voltak érdekes fizikai kísérletek a fényről a mi iskolánkban, utána volt zenei program, bár a fény a zenében kevésbé érvényesül, és az utolsó napon a Nemzeti Galériában mentek el a gyerekek, ahol elvittük őket, és a festészetben figyeltük meg a fényt, hogy hogyan ábrázolják, majd ők is készítettek ezzel kapcsolatos kézműves foglalkozáson feladatokat. Sok érdekes program tetszett a gyerekeknek, és reméljük, hogy újabb gondolatokat ébresztett bennük. Nagyon érdekes, hogy a fény köré épült a tehetség napnak, vagy a tehetség hétnek a programja. Ezen csak a tehetséges és a kiváló gyerekek vehettek részt, vagy pedig az egész iskolának az össztársadalma, összközössége? Én úgy tudom, hogy elsősorban azok a tanulók, akik valamilyen nagyon tehetségesek, valamilyen tantárban vagy valamiben kiemelkednek, amiben a zenében kapcsolódik, a fény. Hát ott vannak a csillagok, ha más nem, ugye? Tehát a csillagokról rengeteg zene. Ugye mennyi zene van, és mennyi dal van, tehát azért ezt nem mondanám, hogy nincs a fényről zene, mert ha más nem, akkor Beethovennek a Holdfény szonátát, ugye te is tudod. Na, szóval azért van nagyon sok olyan csoda, ami nem csak a műzenében, de a népdalok gazdagok ilyennel. Hanem ezek a gyerekek, egészen nekünk is fantasztikus, mert zongoráznak, furujáznak, csellóznak, tehát a matematika tudásuk, a természettudományok iránti érdeklődésük mellett a bizony ott van az a hangszertudás is, ami tudjuk Kodályról, hogy ez kell, hogy ez is gazdagítsa a gyerekeket, és jobban kinyíljanak a világra. Úgyhogy én nagyon örültem, hogy így mi is bekapcsolódtunk, és játékos feladatokon keresztül egy picikét a zenei fényre is rávilágítottunk. Nagyon jól hangzott egyébként, azt nagyon sok kutatás kimutatta, hogy azok a matematikusok, orvosok, akik nagyon sokat tudtak letenni, és nagyokat alkottak a szakmaikban, de fizikusokról is beszéltünk, majdnem mindannyian kötöttek valamilyen futó módon a zenéhez, és nagyon sokan zongoráznak közülük. Tehát ugye a zongora, illetve a hangszeres tudás, az összhangzattan, az mindenképpen egy matematikai művelet. Andris,
te igen ifjú vagy, de igen tehetséges, hogyha részt vehettél ezeken a programokon. Ezek közül mi tetszett a legjobban, és hány nap volt a tiéd, amelyet megélhettél? A legjobban hétfőn a planetárium tetszett. Elmentünk a planetáriumba, és megnéztünk egy érdekes előadást a fényről. Hogy nagyon sok idő kellett, amíg egy messzi galaxisról egy fénysugár eljutott hozzánk, és addig az emberiség milyen sokat fejlődött. Hát ezek szerint minden gondolat megmaradt benned, amit ott közvetítettek feléd. Jártál már előtte a planetáriumban egyébként? Igen, jártam már az óvodával. Az óvodával is voltatok. Kapcsolódtak-e feladatok ezen a tehetség napon, utána a planetáriumba tett látogatásatokhoz? Nem. Nem. Abszolút. Tehát gyakorlatilag tudást megszereztetek, és nem kellett utána versenyezni belőle. Nem. Ez egy nagyon jó dolog egyébként, mert azt gondolnánk, ugye, hogy mindenképpen, hogyha valamit kapnak a gyerekek, akkor abból rögtön vissza is kell adni, és akkor meg kell mutatni azt, hogy mennyire figyeltek. Egyébként ezek a tehetségprogramok, ahogy egymásra épülnek, direkt kihagyják az utána való versenyeztetést? Igen, most ezen a héten nem volt versenyeztetés, pont az volt a cél, hogy teljesen spontán hatást gyakoroljanak ezek az előadások, ezek a programok a gyerekekre, bennük ébresztenek gondolatokat, kérdéseket, és semmilyen direkt irányítás, illetve számonkérés vagy verseny most ezen a héten ezzel kapcsolatban nem volt. Gyerekek, ti hogyan készültetek erre a tehetséghétre? Hogyan tudtátok meg, hogy kik vehetnek majd rajta részt ezeken a programokon? Hogyan kerültetek kiválasztásra? Hát tanárok segítettek nekünk, és ezáltal tudtunk bekerülni. Készültök egyébként erre? Tehát tudjátok, hogy nagyjából ki az esélyes, hogy ilyen jó programokon részt vehessen? Néha tudjuk, néha nem. Mitől függ az, hogy aztán végül is kikerül ezekbe a programokba bele? Hát tulajdonképpen most a legjobb versenyeredmények alapján próbáltunk határt szabni, hogy hány gyerek tudjon részt venni ezeken a programokon. Nagyon nehéz ez a döntés. Vannak olyan tanulók, akik egy-egy tárgyban kiemelkedőek, vannak olyanok, akik sokoldalúan és több területen is magas teljesítményt nyújtanak. A legjobb versenyeredmények alapján próbáltuk kiválasztani azokat az alsó tagozatos gyerekeket, most a harmadik, negyedik évfolyamból, mert erre szólt a pályázat, és ennek a gyerekcsoportnak próbáltuk most ezt biztosítani. Hányan tudtak végül is részt venni? Végül is a gyerekek 15-en vettek részt ebben a programban. Mondjuk az is szempont volt, hogy minőségi programokat állítsunk össze, és az is szempont volt, hogy nem túl nagy létszámmal, mert az soha nem olyan hatékony. Tehát akkor kevesebb gyerek, de sokkal több információhoz jusson, és minél komplexebben tudja megnézni. Igen. Hogyan fogadják az ilyen típusú programokat a szülők? Én úgy érzékeltem, hogy örömmel fogadták, megtiszteltetésnek érezték, hogy a gyerekük ebbe bekerült, és több visszajelzést kaptunk a hét után, e-mailben, telefonon, személyesen, hogy valóban sok élményben volt a gyerekeknek része, és nagyon pozitívan értékelték, és köszönettel. Furcsa helyzet adódott elő, mert Andris az első két napi programban tudott csak részt venni, mert utána párizsi látogatáson vett részt a szüleivel. Párizsból mi maradt meg benned? Mi tetszett a legjobban? Fölmentünk az Eiffel-torony tetejére, és onnan gyönyörű kilátás nyílt egész Párizsra. És a fényeket is meg tudtad figyelni? Igen. Teljesen természetesen. Azt gondolom, hogy mindenféle szempontból nagyon sok mindent adhat egy ilyen tehetség hét a gyerekeknek, és ösztönözheti a többieket is arra, hogy a következő évben ők is bekerüljenek. Most ebben az évben a pályázat a harmadik, negyedikes gyerekekre összpontosított. Mennyire nyitott ez? Mitől függ, hogy milyen évfolyamokra lehet pályázni, illetve ezeken a tehetségpontokban való részvételt hogyan írják ki? Vagy ezt nem lehet tudni, hogy a következő évben például mi lesz? Azt előre nem tudjuk. Mi most azért próbáltuk erre a két évfolyamra koncentrálni, mert az elmúlt két tanévben ebben a két évfolyamban volt az egész iskolában a legtöbb ilyen kiemelkedő versenyeredmény, és ezért ezeknek a gyerekeknek próbáltuk ezt a plusz jutalmat biztosítani. Hogyan állnak a tantárgyi versenyek, és most megint még Katininél maradok, hogyan állnak a tantárgyi versenyek egyébként? Tehát matematikából gondolom, helyi
Tehát iskolaszintű verseny, kerületi verseny, és aztán eljutnak egészen országosig? Meddig megy a felmenő rendszere? A tantárgyi versenyek alapvetően alsó tagozatban, én most róluk beszélek, de talán az általános iskola egészére még az jellemző, hogy vannak az iskolai és a kerületi versenyek, és néhány tantárgyban, főleg a magasabb évfolyamokon van fővárosi verseny is. Később középiskolában vannak már az igazán országos versenyek, de néhány verseny, mint például a Bolyai csapat verseny, vagy az Rínyi matematika verseny, az országos verseny, és ezekbe már a kicsik is bejuthatnak, és hát azért nagyon nagy büszkeség, hogy Andris például ebben a tanévben két országos versenyben is részt vett. Az egyik az őszi Bolyai anyanyelvi csapat versenyt megnyerték a kis csapattal, a győzelemben Andrisnak is oroszlán része volt, és így bejutottak az országos döntőbe. December 6-át, Mikulás napját az országos döntőn töltöttük, és a másik, ahol egyénileg jutott be az országos döntőbe februárban, a Zrínyi matematika verseny, ahol a körzeti... Azon is ott volt? Igen, ahol az körzeti versenyt megnyerte, az iskola a legtehetségesebb, illetve legjobb eredményt elért, tanulója volt, és így az országos versenybe is bejutott, ami Pécsett volt, akkor a húsvét előtti napokat szünetben ott töltötte. Hogyan készülsz egy ilyen versenyre? Mitől vagy te ügyesebb, vagy szorgalmasabb vagy, mint a többi gyerek? Hát apa meg anya segít a készülődésben, meg Katinén is. Vannak ilyen tehetséggondozó órák, amikor ezzel foglalkozunk, hogyha a közeljövőben lesz egy ilyen verseny, akkor arra gyakorolunk. És azok a feladatok sokkal nehezebbek, amiket ott oldotok meg, mint amit az órákon? Igen. És izgalmasak? Hogyan állítják össze Katinéniek ezeket a feladatokat? Hát ilyen nagyon vegyesen. Az mindenféle feladat van. Van olyan, ahol van ábra, van szöveges feladat, mindenféle. Mit szeretsz a legjobban? Mert azt látom a szemeden, hogy tulajdonképpen te ezt szereted. Tehát neked ez nem kényszer, hogy azt kell mondani az anyjaiknak, hogy na menjél fiam, aztán tanulj már megint, inkább labdázol helyette. Mi benne a jó? Hát az benne a jó, hogy így élvezem. Élvezed, aha. Hogy így egyszerűen valahogy kiskorom óta szeretem a matematikát, és ezért szeretek gyakorolni. És az anyuék értenek a matematikához egyébként? Igen, apa nagyon. Apa nagyon. Hát az egy jó dolog, mert mondjuk engem kérhezné, vagy engem kérdeztetnének a gyerekeim, vagy az unokáim. Nem tudom, egészen biztos, hogy bajban lennék. Igen. Bizonyos szinten mi nem tudnánk annyit segíteni, úgyhogy nagyon szerencsés helyzetben vagy. Mit jelentett, mi volt, ugye az Rínyi matematika versenyről már tudtuk, hogy mi, de mi volt ez a Bolyai verseny? Az milyen volt? Mert ez nem matematika volt ezek szerint, hanem anyanyelvi. Ez anyanyelvi, de volt Bolyai matek is. Hát ezen az anyanyelvi versenyen ezen 18-ak lettünk, és valahol nagyon messze volt. Valahol nagyon, de viccelj, egy országos versenyben 18-nak lenni, az egy őrült nagy dolog, mert az azt jelenti, hogy megnyertétek az iskolait, a kerületét és a budapestit. Na most, hát azért nézzük meg, hogy, hogy azért hova sikerült eljutni, mert első. Aztán utána a 18, azt szerintem egy remek eredmény. Nehéz összeállítani egy ilyen tehetséges csapatot? Vagy nehéz. Jó a gyerekanyag? Nehéz, jó a gyerekanyag, de pont azért nehéz összeállítani, mert mindenki másban jó, és nehéz mérlegelni, meg szívem szerint még több gyereket betettem volna, de hát ugye limitálva van a létszám, itt 4 fős csapatok voltak, és... 2 4-fős csapat indult az én osztályomból, és mind a 2 csapat jó szép eredményt ért el, de az Andrisék csapata most még sikeresebb volt, és ők jutottak be a döntőbe. A tehetség hétvégén természetesen gála koncertre került sor. Azt gondolom, hogy itt volt a lehetőség arra, hogy a zenészek és az énekesek megmutathassák a tudásukat, és az elején, mint mondtam, ugye általában a tehetségpontokat a zeneiskolákra értjük, de hát a Bajza utcai általános iskola azért azt hiszem, hogy elég sok tehetséges zenésszel és énekelni szerető gyerekkel rendelkezik. Milyen volt ez a napotok, és mit mutatott be Erzsi? Nagyon jó volt, hát énekeltünk az énekkarral, közösen is, és úgy is, hogy barátnőimmel kiálltunk és énekeltünk. Mert hogy ti?
Mert hogy ugye már 8-ra ugye ballagási év, és akkor hogy ezzel köszönjünk el. Tehát akkor gyakorlatilag ez már egy balagási erőpróba, vagy főpróba is volt? Az is igen. Azt hiszem kipróbálni, hogy szólnak együtt. Mert azért egy kihívás, amikor ki kell állni egy mikrofonhoz együtt, amikor egy csoport, vagy hát egy énekkar együtt énekel, az olyan szép, semleges. Igen. Én vagyok az egyik, de amikor már ki kell állni egy mikrofon elé, na hát azért ez kihívás nekik. Hogyan készültetek rá? Hát majdnem minden nap. Külön órákon. Külön órákon, énekórákon. Szépen szólt együtt a trió? Igen. Mit énekeltetek? Hát... Dés László a Valahol Európában című musicalből a zene. A zene, és az kell, nekünk, igen. A zene, az kell, mert körülöl el, és ez muszáj. És nagyon szeretik, kicsik-nagyok, úgyhogy szinte aki ott volt, a kiskorús és nagykorús is, ez egy ilyen összkari előadás volt, és ők szóloztak. Kik voltak a nézőközönségben? Szülők, régi tanárokat hívunk meg ilyenkor rendszeresen, olyan kollégákat, akik már ugye nyugdíjasok, vagy elmentek az iskolából, máshol tanítanak, de a szívük azért csak itt van, és ilyenkor elég korán szétszórjuk a meghívókat, elküldjük postán a meghívókat, és akkor nagyon-nagyon örömmel jönnek, és tényleg nagyon szeretik ezt az egészet. Végre találkoznak, jót beszélgetnek, ugye régi tanárok, régi kollégák együtt. Ez is egy nagyon fontos, nagy társadalmi találkozóhely. Nyolcadikba most mindjárt a ballagásra rákerül a sor. Hova tovább? Hát Ról Wallenberg egészségügyibe. Hát remélem jó lesz ott, úgyhogy... És az éneklést azt folytatni fogod? Hát igen, remélem, szeretném is. Hát. Mi a műfajod? Miben szeretnél sikereket elérni? Hát ilyen klasszikus, meg ilyesmi. Tehát inkább a klasszikus zene, mint a popzene? Miért? Hát ez tetszik. Hát szeretem a popzenét is, csak az nem nagyon fog meg. És akkor otthon is inkább ezt hallgatod? Hát néha. Gondolom azért színes az a repertoár, amit szívesen vagy kell meghallgatsz otthon, teljesen természetesen. A következő évben, nem, még azt akartam még megkérdezni, hogy amikor te alsótagozatos voltál, volt már ilyen típusú tehetség pont az iskola, és voltak-e ilyen típusú versenyek? Hát akkor még nem volt. Mik voltak, ki mit tud volt, és igazándiból aki mit tud, valahogy kapcsolódik ilyenhez, mert olyan gyerekeket próbálunk meg akkor rávenni arra, hogy olyan oldalán is megmutatkozzon, ami esetleg nem a mindennapokban van, és akkor akár bűvészkedhetnek is, ugye azzal nyűgözik le a társaikat, és aztán minket, vagy tényleg olyan torna, olyan gimnasztika, olyan mozgáskultúrával, és ott viszont van, aki egyénileg is megpróbálkozik az énekkel. De ez most is vannak, aki mit tudok. Igen, csak azért mondom, hogy amikor végül is, ez is egyfajta tehetséggondozás, igen. És ezt is rendszeresen csináljuk. Hát én ugye több mint 20 éve vagyok a Bajzában, és már akkor, amikor oda kerültem, már voltak ilyen jellegű programok, és ugyanígy volt a gála hozzá, csak nem ez volt a neve. De mindig volt valami, van valami, amivel kiemelkednek gyerekek, és ki tudjuk őket emelni, és meg tudnak mutatkozni a tehetségükkel. Csak az a fajta hívják. Jutalom marad el, mint ami most a tehetség hétvégén, igen. Ugye ezeknek a nagyon kiváló azért kirándulni elmennek, jutott, azért kapnak, most is volt a történelmi, ilyen három fordulós történelmi játék, és elmehetnek kirándulni, akik legjobbak is ott vesznek részt. Tehát azért mindig megtaláljuk a módját, hogy valami azért kell, én minden gyereknek kell, még egy felnőttnek is. Muszáj, hogy valamivel ezt honoráljuk. Valamivel. Hát most azt hiszem, hogy sikerült honorálni ezeket a gyerekeket, akik ilyen hihetetlen jó eredményeket értek el, és amihez szívből gratulálok. Nektek a fellépéshez bátran, nyugodtan, a későbbiekben is ki lehet állni a színpadra. Nagyon jó dolog énekelni, és nagyon jó dolog szórakoztatni. A tanároknak pedig köszönjük a fölkészítő munkát, mert azt hiszem, hogy anélkül kevés sikere lenne a gyerekeknek. Köszönöm szépen.